Itt a izénél zsupt, megoldja, és a megfordított is ugyanazzal a finomsággal, mint csengessétek le. Jó. Jó? És akkor tök jó volt István a gyors. Hötszáll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 
ami vonz, úgy, az az abszurd. Tehát, és akkor ebből adódott az, hogy akkor megtaláltam Pirandellót, és azon belül a hat szerepszerzőt kerest. Az, hogy nagyon emberközpontú, az, hogy igazából ez egy nagyító, maga az abszurd. Olyan, mintha így mennénk a házak között, és így bekukucskálnánk egy nagyítóval, és kicsit a darab is ilyen, hogy annyi minden történik, például egy családi veszekedés közepére belecsöppenünk, és hát nem fogunk mindent maradéktanulunk megérteni, de ezzel, amiért nem kell az embernek rosszul éreznie magát, mindenki tolja a saját maga igazát, és akkor ugye most döntsük el, hogy kivel tudunk azonosulni, ki az, akinek elhisszük azt, hogy mit játszik, vagy játszik egyáltalán, most ez szerep, vagy valóság, vagy egyáltalán. Tehát, hogy nyugodtan egy olyan nézői attitűddel be lehet ülni, hogy én megkérdőjelezek egy szerepet. Tehát, hogy pont úgy, ahogy belecsöppennék egy ilyen helyzetbe, kívülállóként, valakivel tudok együtt menni, valakivel nem, adok igazat, vagy sem. És engem ez nagyon-nagyon foglalkoztat igazából már az egyetem első évében, felismertem magamban azt a fajta kíváncsiságot, amivel hozzáfordulok az abszurdhoz. Elmenekült. Megszökött tőlem, és elveszett. Elbukott. Ő is csak azért van itt, hogy mindig, de mindig megújítsa, elevenni, és jelen valóvá tegye bennem a szenvedést, amely miatt is gyötör. Te az elsődleges eszköz, amihez nyúlunk az eszköztáron belül, az a test. Akkor itt bejön, hogy most mozgásszínház ez, vagy fizikai színház. Én nem különösebben preferálom, hogy ezt így megnevezzük, tudom, hogy valamikor ezt így kategorizálni kell, de alapvetően ahhoz nyúlunk, amink van, és az az igazság, hogy pont ami az abszurdnak szerintem egy sajátossága, vagy ami miatt sok ember inkább eltartja magát tőle, vagy megrémül, főleg, hogyha groteszk játékkal egészül ki, de pont ez a lényeg, hogyha már életszerű az egész, meg életszaga van, hogy erre felhívni a figyelmet. Tehát nem az egy dolog, hogy van filozófiai sík benne, vagy éppen ebbe a darabba több sík is egymáson, és még össze is mosódik, de ezekben nem kell különösképpen belebonyolódni, hanem nyugodtan hagyja magát az ember, hogy azt érez és gondol, amit szeretne. Nincs különösképpen mit megfejteni ezen a darabon, hogyha, és tényleg azon én is, hát nem tudok mindennel, minden filozófiai gondolatmenetet, nem feltétlen, nem is arról, tehát nem arról van szó, hogy nem érti az ember, hanem hogy nem érti meg. Mert egyszerűen még nem volt olyan helyzetben, vagy még nem adódott ez így az életében, és akkor ugye mi van? Tehát semmi, menni kell tovább vele, nem feltétlenül kell mindent érteni. Nem is fogunk, ez a darab, ez nem erről szól. Úgyhogy az, hogy síkok mozognak, fordulnak egymásnak, és így azáltal az emberek is, attól nem kell megijedni. Én nem vagyok kétségbe, hogy ez az igazság, és nagyon is megértem a szörnyű lelkiállapotát, kisasszony. Meg kell értenie, ezt nem lehet színpadra vinni. Nem lehet? Akkor köszönöm szépen, én végeztem. No, várjon csak! Olyan emberi dolgokról szól, amikkel olyan emberi kérdéseket feszeget, amivel szerintem mi is foglalkozunk, akár napi szinten. Jelentésünk a világban, viszonyunk a többi emberhez, ki hogyan lát bennünket, mi hogyan látjuk saját magunkat, mi a mi igazságunk és mi a világ igazsága, és a kettőnek hol van közös halmaza. Szerintem ezek napi szinten előforduló kérdések. Revényes a viszonyrendszere az előadásnak, illetve nagyon sok a titok. A történeten belül, ami fokozatosan derül ki azért, de az alapvető helyzetet azt hamar meg kell érteni a nézőnek. Bár ugyanakkor én azt gondolom, az se baj, ha nem feltétlenül érti meg a néző elsőre, mi történik. Az se baj, ha egy kicsit el van tévedve, az se baj, hogyha nagyon kell koncentrálni ahhoz, hogy kibogozza. Én nézőként szeretem azt az állapotot is, amikor rá vagyok kényszerítve arra, hogy nagyon-nagyon figyeljek, nagyon füleljek. Igazsága van, uram, és én tisztelettel hozom a nézőjét, de és föltol engem a padlásra is. És akkor itt, igen, semmi. És ez nem ilyen.
Mindenképpen ezt a negyedik falat leütve, vagy annak érdekében, hogy az abszurdtól ne ijedjen meg az ember, hanem tényleg az van, hogy életszerű jelenetek, karakterek jelennek meg előttünk. Az, hogy van egy mágia része is például, az már olyan, hogy kicsit tehát nyitottan hozzáállunk, akkor már nem riadunk vissza, hogy ó, ez nem igazi, vagy nem reális. Vagy, hát olyan abszurd jelenetek mutatkoznak meg már csak az utcán előttünk, meg olyan abszurd karakterek azokkal a mozgásokkal, hogy én nagyon sokszor mondtam ezt magam, ezt nem hiszem el, tehát ezt fel kell vennem videóra, amit most látok, mert ilyen nincs, és a színházban azt mondanák, hogy ez sok, ezt nem hiszem el, ez hamis, de ezt, én ezt szeretném egy kicsit lebontogatni, hogy érzéssel üljön be az ember, és nem feltétlen kell érteni mindent, mert nem tudunk az életben sem mindent megérteni. És onnan szépen leléptek, és segíts neki az érzéset, mert beteg az. És az lesz az. Most jövök a igen, kis ikre. Hello.